休ませるくらいならたった一歩でもここから進め。Là, il fallait où ? La copchota. Pip pip. Tu veux un copchota ? Bah, c'est bien là. Igen. Van craftsmanship és performance kategóriánk, tehát magyarul a kosztumkészítés és az előadás kategóriánk, mind a kettőt egymás után itt megnézhetitek majd a színpadon. A zsűrizés az lezajlott a kosztümkészítéseknek. Ha szerencsénk van, akkor talán a zsűri már le is döntötte, hogy ki nyert, de ezt ugye csak a nap végén fogjuk elárulni. És hát ugye ti pedig megnézhetitek a színpadi produkciókat, és közönség kedvencét is választhattok. Igen. Ez egy fontos dolog. Ne felejtsétek el, majd a fellépések a cosplay verseny után az infopultnál tudtok szavazólapot begyűjteni erre. Így van. Na, akkor igazániból szerintem ne is húzzuk sokat. Vágjunk bele. Kijövünk ide a szélére. Első sorszámú versenyzőkkel kezdjük. Egy kis fényt azért néha kaphat. Ó, én nem tudom olvasni. Én nem. Hát te már öreg vagy. Róka, kapunk fényt. Szóval. Mi és a sötétség? Máma, ez jó. Jó lesz. Köszönöm. Na, első sorszámú versenyző. Napjainkban új virágkorát élik az Isekai animék. Az elmúlt időszak egyik közkedvelt darabja a Tensei Shitara Slime Dattaken. Ennek az animének fontos szereplője Benny Maru is, aki a veszteségeket megélt mérges ogréból sikeres és közkedvelt katasztrófa szintű kiennné fejlődött a történet folyamán. A színpadon Mizuki, mint Benny Maru, és egy kis felpakolási időt kérünk szépen. Felpakoló? A felpakoló embert felpakolunk, a felpakoló kérni. Embert szólítanám a színpadra. Várjuk az asztalt. Te vagy a és ott ül a közönségbe. Kicsi. Azért... Középre. Jó, most majdnem átvágtuk, figyeld. Most csinálja először. Biztosátok, betanul, az a célunk, hogy minden jobban összezavarjuk. Akkor most következhet a zenénk. I've always liked to play with fire. Play with fire. Play with fire. Fire, fire. I've always liked to play with fire. As the flames get higher, oh, akkor most meg szeretnénk kérni arra, hogy tegyük le az asztalt, nem? Vagy kell másik versenyzőnek? Az asztalt kérjük a színpadon. Hol az segít? Távolítsuk el az asztalt. Az új? Ebben nagyon bele kell még neki tanulnia, tehát ez még egy kicsikét kell. Azért egy kézzel megemelni az asztalt, na, azért. Újvári kollégánkat hova is osztottuk most be? Ő volt az asztalos emberünk, de most valahol dolgozik. Nem tudom.
Na, második számú versenyzőnk, maradunk az animés vonalon, mégpedig a Shingeki no Kyojin című animéből fogunk láthatni egy szereplőt. Itt van velünk a felderítő egység 14. parancsnoka, aki azért jött, hogy köszöntse a messziről érkezett látogatókat, és biztosítson mindenkit a vendégszeretetéről. Hanje Zoe, Shingeki no Kyojin, Tara Cosplay. はるばる海を渡っていらしたお客様をお迎えするものです。ちなみにお一足お先にお越しのお連れ様のお客様とはすでに仲良しです。だよね。ニコロ君、隊長、私に代わるこの悪魔どもを売ってください。何を言い出すんだ。ニコロ君、汚れた連中と豚の小便をすすりようがまではしない。 Egy kis képregényes témára evezünk. Nagyon régi képregény. Ezúttal a gonosznak új ellenfele, az igazságnak új fegyvere, az emberiségnek új hőse születik. Spawn az ivadék. Image Comics. Van egy kis felpakolásunk a következő versenyzőnk előtt. Arcpakolás? Arcpakolás vagy felpakolás? Arcpakolást is szívesen fogadunk. Hol a felpakoló emberünk? Dávid! Én ebben nem akarok beleszólni, de amúgy felpakol a következő versenyzők, de tök jó, hogy ja, te jöttél. De a hatodiknak van cucca. Nem. A lejés is felpakol. Kérdeznek? Nincs felpakolni való. Most szivattok? De hát, nekünk ide van hogy írva. Hogy is mondta Vidman? De hát ide van írva. Oda van írva, hogy felpakol. Nem baj, kapott egy félperces jó, sikerélmény megvolt. Jó. Én nagyon vártam a következő karaktert. Én is. Képzeljétek el, hogy szintén Genshin Impact felépőnk fog de egy olyan karakter, akit itt idehaza még nem láttunk. Viszont a játékban elég sokszor minden kell nap oda kell mennetek hozzá. Tehát minden napig Genshin életetek része ez a karakter. Egy népszerű, hát népszerű NPC szintén. Minden játékban van egy olyan karakter, aki folyamatosan csak beszél hozzád, és beszél, és beszél, és beszél, de téged csak a jutalom érdekel, amit átad neked a mondandója végén. Ám mindenki tudja, hogy ezek a karakterek nélkül egy igazán kiváló utazó semmire sem menne. Genshin Impact, Katerina Reina.
Az a baj, hogy szerintem most így minden genshi játékos valahol most magára ismert, nem? Tehát így, és az a baj, hogy álltam és néztem, és kezdtem elszégyelni magam. Holnaptól végighallgatom a szövegét minden nap. És akkor tudod, hogy nyomod a gombot, mondjad örökre. Már jó, nem érdekel, mondjad, adjad már. Örökre az ő arca fog így előttem lebegni, csak lelkiismeret furdalásom lesz. Következő karakterünk. Ó, őt is nagyon-nagyon szeretem. Nem ismered. Nem ismered? Nem. Nem ismered? Nagyon jó lesz. Majd nézd. Sok legenda szól a magányos lovasról és indián bajtársáról. Tonto a néha bölcsnek, néha féleszűnek látszó komancs lélekharcos hősiesen segíti a maszkos igazságtevőt nem mindennapi kalandjaik során. A színpadon Strange Star cosplay, a magányos lovas Tonto. Nem lenni ember. Gonosz szellem. A végtelen sivatagban születni. Ereje felborítani természetet. Népem hívni erőt Vindigónak. Én lenni Tonto. A komancsok törzséből. Az utolsó Vindigóval lesz. Látomás azt sugallni, hogy nagy harcos, szellemlovas segíteni utamon. Én jobban örülni valaki másnak. Bátor bátyádnak. Ő lett volna jó. De én nem vonni kétségbe nagyatyát. Harcolni igazságért kim a szemét. Most így meghallottam a szinkron hangot, ez így, jó, oké, ez a Johnny Deppes film, oké. De várj, most jön az igazság pillanata. Igen, ezt akartam mondani. Már szólni se kell. Fejlődik annélkül jött, hogy szóltunk volna. Ennyi jobb. A végén megkérdezem, megtartjuk-e, jó? Még egy picit azért teszteljétek, aztán majd meglátjuk a végén. Azt mondják, nincs középen. Jó lesz. Vízbérő. Jó lesz? Majd adunk jó? Egy derékszöget, így van. Szuper! Szóval, megyünk vissza a gamer vonalra. Mégpedig Half-Life. Half-Life 2. A megfelelő ember a rossz helyen megváltoztathatja a világot. Szóval ébredjen, Mr. Freeman! Ébredjen! Telperion cosplay, Half-Life, Gordon Freeman. Thank you.
hardlájpárom! Gordon Freeman? Installálom! Most egy... Jön a Dávid. Jön a Dávid. Igen? A következő versenyzőnk egy régi klasszikus, pontosabban gamer klasszikusból hoz egy karakter. Még mindig népszerű, még mindig a League of Legends. Ugye egy időben olyan volt, mint most a Genshin, hogy egy időben ugye minden második cosplay League of Legends cosplay volt, most egy kicsikét a Genshin így elkezdte kitúrni, de még mindig azért akadnak. Én soha nem játszottam vele, mert engem nem vonz az ilyen fajta stílusú játék, de bocsánat. Én sem játszottam vele egyébként sokat, viszont van egy karakter, akit én is mindig nagyon szerettem, ez pedig Ári volt. És most pont egy Ári cosplayesünk következik. A színpadon Honey cosplay League of Legends Ári Dynasty skinje. I know what they desire. Ugye maradjunk a klasszikusoknál, de most viszont anime vonalon folytatjuk a klasszikust. Még pedig... Szintén régi nagy klasszikus. Hát így van. A My Anime Listen például a Fullmetal Alchemist Brotherhood az első helyezésem van éppen. Ahhoz képest, hogy milyen sok év eltelt azóta, hogy az első Fullmetal Alchemist kijött. Így van. Tehát következő versenyzőnk. Rex Theron, Full Metal Alchemist, Roy Mustang. Tokyo wa waru ya, tada nige dasunja konjo nai na, tenbo wa nai na, tokyo de kuriya suru shika nai ya. A sikításokból úgy vettem észre, hogy nem csak én voltam az, aki oda képzelte a tüzet. Következő versenyzőnk, a 9-es sorszámnál tartunk egyébként. Egy riad fiatalember, aki rosszkor van rossz helyen, vagy egy egész Olaszországot az ujja köré csavaró maffia főnök jobb keze, avagy mindenki gengszter, amíg a béka csörögni meg... Nem tudok beszélni. Szóval, vagy mindenki gengszter, amíg a béka csörögni nem kezd. A színpadon Haku, JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind, Vinegar Doppio. もしもし。 はい、 ドッピオです。
Esküszöm. Ha ennek a versenynek vége, ha valaki, aki ismeri ezt a sorozatot, ezt majd elmagyarázza nekem, jó? A béka még megvolt, tehát utólag értettem meg a béka miért csörög, de ami ott kipotyogott, azt szeretném tudni. Majd jól felmentünk, te a ház elmagyarázod, ezzel kezdünk. És ugye ebben van mindig, amikor egy deréktörés, ez így lehajolod föl. Főzök egy teát, leülünk, és egy tea mellett ezt megbeszéljük. Szóval, 10-es számú versenyzőn következik. Star Wars univerzumból. Ki szereti? Azal, nagyon jó. A sokak által ismert Star Wars egyik Jedi mestere jött el ma hozzátok. Fogadjátok szeretettel Qui-Gon Jinn tanítványát, a kiválasztott Anakin mesterét és Luke őrzőjét, Obi-Wan Kenobit. Pip, ez itt az Inazuma Shogu rezidencia, takarítást rendelnék a nagy színpadra most. Nem most. De most, én most szeretném. Ja. Most? Nem. Nem? Ezután? Igen. Szóval szemetelni fognak. Igen. Ja. Akkor most, hogy ezt megbeszéltük, nekem ide van írva, hogy felpakolás. Nekem is. Szóval mindkét. Stimmel? Felpakolunk. Nagyon. Jó, akkor, ha jól emlékszem, ez most egy nagyon-nagyon felkapott anime. Nem miatt a csikítő. Csináljátok még ezt egy darabig. Nem bírom. Mi nem megyünk köztem, majd lesz, ami lesz. Szóval. Ha jól emlékszem, ez most egy nagyon felkapott anime, én nem ismerem, de azt hallottam mindenhonnan, hogy ez most egy nagyon hype. Szerencsejáték? Őrület? Megtalálhatod mindezt a Hyakkou Privát Akadémián. Vajon játszhatunk? A színpadon Sophie, Kakegurui, Saotome Mary. Most jöhet most Dávid takarítani. Felsőtés, gyere, Dávid, dolgozz! De hogy fogod? Hogy fogod azt a... Mit csinálsz? Nem jó, hát Jézusom. Nem úgy. Nem tanítottam be se pörni, Jézusom. Oly. Annyira már föl is szakadtuk volna. Mit csökkölt, fiam?
Önnek egy csomagja érkezett. Köszi. Nem. Na, miután így kitakarítottuk magunkat, most evezzünk egy kis sorozat érába. Trónokharca. Igen. Hát ez nem volt neked. Jó. A sárkányok háza. Jó. Oké. Okay. Alakulunk. Alakulunk. Nem teljesen jó. Trónokharca. Egy külföldi mondtam, lehet. Nem. Tudják, hogy innen addig haza nem mennek, amíg nem szól. Az is így van. Tehát. Cersei a Lannister házból, aki az első ezen a néven. Az andalok és első királynője, a hét királyság védelmezője. Vixinke, trónokharca, Cersei Lannister. Order your man to step aside or there will be violence. I choose violence. Show them what Lannisters are. What we do to our enemies. I drink because it feels good. More wine. I killed my husband because it felt good to be rid of him. I fought my brother because it feels good to feel him inside. I killed your High Sparrow and all his little sparrows. Power is power because it felt good to watch them burn. Shame. Shame. Lannisters always pay their debts. Long may she reign. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Daddy. Bejött azért így a... Most már tudja. 13-as sorszámú versenyzőn következik. Ez nekem egy nagyon-nagyon régi klasszikus lesz, mert nekem az első animéim között, amit láttam, az között volt a Fate Stay Night. És Fate Stay Night, hogy kitalálták ott lent? Saber az egyik legerősebb szolga mindközül. Ez nem is csoda, hisz ő az Excalibur birtoklója, maga a híres Arthur király. A színpadon fogjátok sok szeretettel Bárány Barbarát, Fate Stay Night, Saber. A 14-es sorszámú versenyzőn következik. Egy kis újból egy Genshin Impact cosplayerrel fogunk találkozni. A héten van neki újból a reránya a kis hegyi kecskénknek. Pont tegnap indult a banerje? Tegnap. Igen, pontosan tegnap óta lehet ráhúzni. Nem tudom, harmadik? Azt hiszem harmadik reránya lehet. Következzen tehát 14-es sorszámmal Larissa cosplay Genshin Impact Ganyu. Thank you.
És újra egy kis Genshin Impact-tal folytatjuk, ami szerintem egy... Azt hiszem, akkor mindent elárult. Azt hiszitek, kitaláltátok mi, de egyébként nem csak ő használhatja ezt a kartot. Jó. És mi van akkor, hogyha Noel eljön a színpadra? Az a baj, nem tudom beeltetni őket. A színpadon, akkor nem is mondok semmit. Jó, a színpadon, Adamo, Genshin Impact, Arataki Itto! I'm the head honcho of the Arataki gang, and everyone knows my names. Names, I have many. Arataki, the one and only Itto. Arataki, the Oni Sumo King Itto. Arataki, the pride of Oni Itto. Arataki, Beetle Gladiator Itto. Arataki, the ultimate TCG champion Itto. Arataki, he might lose, but he'll never admit defeat-o. Anyway, these are some of the ones I usually go by, so go ahead, take your pick. I'll respond to whichever one you choose, I promise. You're welcome. It's showtime! Oni coming through! Egyébként amellett, hogy imádtuk, mi is néma csöndben elmorzsoltunk egy imát a projektorért és a lámpa világítását. 16-os sorszámú versenyzőnk. Nincs felpakolás itt elvében, érkezik valami kis pülü-pülü lovacska, nem? Nincs, mert nincs felírva. Nekem nincs felírva, hogy pakolás. Jó, akkor nem pakolunk. Dávid se ugrik, úgy látom. Jó, akkor jó. Szóval... 16-os sorszámmal egy originál karakterünk érkezik. Nirna Rolagna, miután elmenekült a Jedi templomból, az Utapu bolygón száll le hajójával. A történtektől összetörve rója útját, mikor egy varakti lényel találja szembe magát. A lény végül hátasa lesz az új világban. Tüntörgő originál fanát képek. Nirna Rolagna. Következő versenyzőnk, 17-es sorszámnál tartunk már. DC Teeny Titánok. A cosplayersünk pedig Hina Maho, aki nem más cosplayel, mint Ravent. We'll be right back.
következő 18-as sorszámú fellépőnk egy általam kedvelt egyik animéből fog cosplayezni. A karakter egy több mint 1000 éves ősmágus egyike az utolsóknak, aki megtisztelt minket a látogatásával egyenesen az ősi Anglia földjéről. És magával hozott egy ottani honos máikus lényt, ami egy gyapjas bogár. Lea Mikhaela Mahockaina Jome, Elias Ainsworth. Nettle in the shadow, false holly in a ring, twine the branches, entangle, enmesh, spin a spider's web. Egyébként ez itt a reklámhelye, hogy jövő márciusban érkezik a második évadja. Ez az? Kraftosaink közül még egy versenyzőnk van, és utána rá fogunk térni a performanszokra. Az utolsó kraftosunk pedig 19-es sorszámmal. Diana az amazonok hercegnője háborítatlan békében élte életét Temüszkö gyönyörű szigetén, mindaddig, míg a rejtett paradicsomba is utat talált a kinti világ romlottsága. Eme tapasztalat után Diana úgy érzi, teljesítenie kell szent amazoni küldetését, melyet népe már rég megtagadott magától, és szülőhazáját elhagyva életét az emberiség segítésére és védelmére szentelte. A színpadon Aglaril cosplay, DC Comics, Wonder Woman, és egy kis felpakolásunk van? Nincs? Akkor nincs. Pedig ide van írva. Ide van írva. Akkor nem pakolunk fel. Mehet. Egykor meg akartam menteni a világot. Az emberiségnek el akartam hozni a békét. De aztán megpillantottam a fényükben rejtőző sötétséget, és megtudtam, hogy a kettő együtt él minden ember lelkében. És mindenkinek magának kell választania. Ebben a harcban nem segít a hősök ereje. És most már tudom, hogy csak a szeretet látható ezt a világot. Így hát maradok, és harcolok egy jövőt, ami hiszem, hogy elérkezhet. Ez lesz a küldetés. Mindenki. Szóval nem tudták időben jelezni, az utolsó versenyzők lemondta, úgyhogy muszáj volt valakit szerezni, ha már ez... A közönség szavazást el 19-es sorszámban. Hát akkor térjünk rá a performance-ra. Viszont itt nekem az van írva, hogy felpakolás. Én most semmit nem hiszek el ennek a listán. Most akkor felpakoltok? Szóval föl szeretném pakolni? Nem bírom. Esküszöm nektek, ígérem, felkészültek vagyunk. Tehát komolyan ide van írva. Felpakolásotok? Ide van írva. Nem kérdezik. Ja, jó. Oké, jó. Akkor
Akkor ők önjáró felpakolású lesz. Jó, tehát... Megoldottuk. Akkor kezdjünk a performance-ba is bele. Első sorszámú versenyzőn következik. A magányos pokémonok mestert szeretnének szerezni. Csatlakozzatok a speciális tréninghez a Pokémon Mester fogás alapjai, avagy szerezd meg hát mind. Kenész Réka, speciális tréning Pokémon. Your hands up. Lapák. Egyébként csak úgy elmondom, hogy azért dobtam le a fülét, mert evolválódott. Pénz? Hát izgalomban volt, na hát most. Kettes sorszámú perfesünk. Undertaker különc, rejtélyes egyéniség, aki gyakran kuncog, értékeli a nevetést, szívesen ijeszget, furcsa modorával reakciókat vált ki, és jelentős időt tölt a koporsóban. Nevettes meg, Black Butler, Undertaker.
hármas számú versenyző következik. Ki látta a Nagy pénzrablást? És a Squid Game-et? Nagyon jó. Gondoltam egy Netflix-es sorozatra. Vajon kitaláljátok-e, hogy melyik az? Piros, kapucnis, overall, maszk, gépfegyver. Igen, ez a piroska és a farkas újra gondolt változata. Most pedig tekintsétek meg, hogy milyen az, amikor két rivális sorozat egymással küzd meg. La Casa de Squid Game, avagy nyerd meg a nagy pénzrablást. La Casa de Papel, Squid Game. Na persze.
it with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Rock with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it. Mire vége lesz a programnak, már be is lesz ötöz valaminek. Igazániból már, már nem ismerek innenek nekem. Itt van, hogy felpakolás. Felpakolunk. Nem kínőjúl van, ugye? Felpakolunk, vagy csak lepakoltunk? Hát most az előzőről lepakoltunk, most meg föl kéne pakolni a következőnek. Felpakolunk? Nem mindegy. Amíg eldöntjük, hogy felpakolunk, vagy lepakolunk, lepakolni már lepakoltunk, addig, mivel nem vagyok túl jó a kínai nevekben, ezért a Genshin-es istenség kollégámat fogom itt segítségül hívni, mert ő viszont nagyon-nagyon perfekt kínai nevekben, és nagyon benne van ebben a fandomban, de hogy nem. De jó, de. Most már feljöttél, most már felolvasod. Igen, várjál most először. Igen, mit szeret, várjál először valamit, a Dávid szeretne mondani. Sziasztok, Dávidnak hívnak amióta. És szeretnék egy számot küldeni Rókának az irányítópultba. Sötétet kérünk a felpakoláshoz. Köszönjük. És hogy olvasom fel? De látsz, nem? Az, hogy sötétbe pakolunk fel, most már világos van. Sötét! Sötét! Én innen látom. Ó, köszönöm szépen. Az a baj, én le nem googolok ebbe, tehát én ehhez már öreg vagyok, én ezt nem. Kösz. Az én térdemnek ez már nem megy. Szóval... Ghost City királya és kedvese éppen tiszteletüket teszik az aznapi ünnepségem, de sajnos túl sok ott a szép nő, ami könnyen elterelheti egy férfi figyelmét. És a forrásunk, amiből a cosplay majd érkezik, Heaven's Official Blessing, The King's Dancer, a két karakterünk pedig... Xialian és Huacheng. Xialian.
ötös sorszámú versenyzőn következik. Visszatérünk egy kicsit a Genshin Impact világába. Egy ventit leküldünk. Igen, egy ventit leküldünk. Egy előtte. Venti megy. Egy megy, aztán venti a színpadon. Genshin Impact, venti! Hatos sorszámú csapatunk, aki, ha jól tudom, egy duó. Nem azért, de ez nincs felírva a papíromon. Lehet, kértek. Meglátták Dávidot, és nekik is kell valamit felrakni. Ez az egész egy átverés. Egy átverés. Becsapva érzem magam. Sőt, még két mikrofont is elvisz. Azt tudjuk, igen. Azt már tudjuk. Jó. Tehát a színpadon Csunkó írtók, Danganronpa. Mióta Junko Enoshima a világot uralja, kész káosz minden. Borzalmas, amit művel, és egyszerűen nem bírom tovább. Már csak mi maradtunk, akik megmenthetnék ezt a helyzetet. Borzalmas ez a helyzet, muszáj tennünk valamit. Egy tervet kellene kitalálnunk, ami hatásos lehet Enoshima ellen. Mint tudjuk, borzalmasan nagy a tét, és egy erős emberrel állunk szemben, így ez nem feltétlenül egyszerű feladat. Igen, ez tényleg elég nagy feladat kettőnknek, viszont valamit muszáj lesz kitalálnunk. Van terved?
Egyetértek. A tervem a következő lenne. Először megkeressük Mrs. Junkot, majd mondjuk valami kevésbé gyanúsítható dologgal lefoglalom. Mondjuk tegyük fel, megitatok vele valamit. Aztán, ha szépen kidőlt, itt jössz a képbe, te megkötözöd, aztán szépen elviszük a helyünkre, majd pedig kikérdezzük, és hogyha a végén kell, végezhetünk is vele. Mit bánom én? Van kérdésed? Igen, ez mi szeretett volna lenni? Mi ez a kérdés? Mi ez a terv? Kérlek szépen egy hibátlan leírása annak, hogy hogyan kell megállítani Junkot. Az már nem az én bajom, hogy buta vagy, komaru. Kikérem magamnak ezt a hangnemet. Mondom, hogy hülye vagy. Kérlek, fogd már fel, hogy mi folyik a világgal. Tehát amennyit felfogtam a te tervednek nevezett valamitből, az, hogy jövök én is, kinyírjuk? Azt érzem, hogy nem az én tervemmel vannak bajok. Ennek semmi értelme. Jó, oké, maradjunk annál, amit én találtam ki. Jó, akkor magyarázz el, légy szíves még egyszer. Nos, most választom. Manipulatív tulajdonságaimat nem állíthatja meg senki. A világ az én kezemben van. Köszönjük szépen. Dávid! 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 Nem akarom tudni, honnan szerzi jó, tehát ezt most itt ne feszegessük, mert még a fél kellemetlen helyzetbe kerülünk. De várjál, most akkor... Felpakolt. Igen. Úgy, hogy már amúgy volt a színpadon valami. Igen. Jó. Rajta lévő kelléket pakolta le. Tehát, hetes sorszámú versenyzőn következik. Griffin Barnes Tartaglia angol szinkronjának csodálatos művei az egész fandomot megváltoztatták. A jobbnál jobb coverek fülbe mászó dallamai mindannyiunk szívébe hatoltak, és örökre belénk ivódtak. Kivéve a Venti Bora. Ma azt tekinthetitek meg, hogy az említett dolgok milyen hatást éltek el egy child cosplayernél. Jó szórakozást! Griffin Burns hatása a Genshin Impact Phantomra, Tartaglia. The bring child back, yeah. The mother girl is gonna know how to act, yeah. I think it's special what's behind your back, yeah. So turn around and you'll pick up the slack, yeah. Take him to the bridge, dirty babe. 4, 3, 2, 1. Listen up, y'all, 'cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Tartaglicious definition, make them girls go loco. They want my treasures, so they get their pleasures from my photo. You can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Girls just come and go like Caesar. Tartaglicious. But I ain't promiscuous, and if you are suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses that puts them girls on rock, and they be lining down the block just to watch what I got. So delicious. It's hot, it's so delicious. I put them girls on rock, it's so delicious. They want a taste of what I got. Tartaglicious. Taste it.
a cat that really was gone. Tartar, exactly as the Giant's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Erre csak annyit tudok mondani, hogy arra. Ezt meg úgyis a Dávidnak szóltam. Azt hittem, tényleg úgy lesz. Pont akartam kérdezni, hogy... Jó. A következő előadásunk címe az... Egészségedre! Szóval az Inas tette... Amúgy nem ő fog előadni, ne tévesszel meg. Újra visszamegyünk egy kicsikét a Black Butler. Nézd! Hát jó. Szóval visszamegyünk egy kicsikét a Black Butlerhez. Sebastian a démoni komornyik néhány hétig Magyarországon tartózkodott élményeiről a levelében számol be gazdájának. Fogadjátok a színpadon sok szeretettel Goldman Görög Viktort, az Inas tette Black Butler Csengetett My Lord. Tisztelt Phantom Hive Urfi! Az Isten és bármilyen lelkemre vevő angyal szerelmére kérem, hogy bocsásson meg nekem! Megígérem, többet nem fogom elmondani azokat a kis pikáns történeteket, amelyeket a parasztok mesélnek a kettőnk viszonyáról. Jelenleg az új hely, ahova kiküldött megfigyelni, igazi rémálom. Az életem napról napra olyan, mint Midoriya Izuku ereje. Csak egy hajszálon múlt. Már az odautam is teljesen fura. Ülünk a kordéban, és egyszer csak megszólal az úr. Azt mondja nekem, Jean, már a nevemet sem tudják normálisan. Hol vagyunk, Jean? Kinézek az ablakon, meglátok egy táblát, rá van írva, Mogyoród. Nem tudtam más mondani. A Mogyoróján, uram. Pánikba estem, próbáltam a kimértségemhez megfelelően fogalmazni. Aztán a múltkor elmentünk vadászni. Nem lőttünk semmit, na jó, beismerem, az úr a végén valamit. Kirepül egy csapat madár, mire a nagyúr megkérdezi, Jean, varjak? Nem, uram, lőjön már! De ráadásul a nagyságos asszonnyal sincs minden rendben. A múltkor kaptam tőle egy csókot a nyakamra. Az úr észrevette. Megkérdezte tőlem, Jean, mi ez? Ez, uram, szájhagyomány. De a teteje még csak ezután jön. Behív magához a nagyságos asszony a szobájába. Azt mondja, Jean, kérem, vegye le a fűzőmet. Megtettem. Utána, Jean, kérem, vegye le a harisnyakötőmet. Azt is megtettem. Utána, Jean, kérem, vegye le a szoknyámat. Azt is megtettem. Nem értettem a dolgot. Majd egyszer csak szúros szemmel azt mondja nekem, és Jean, ha még egyszer meglátom, hogy a ruháimban parádézik, ki lesz rúgva? De hát ez a város, könyörgöm, rém, álom. Itt volt például ez a megkerülhetetlen, megszabadulhatatlan Undertaker. Maguk is látták, ugye? Hát a múltkor
megyek a temető mellett, hát látom, hogy egy csinos hölgyel hát paráználkodik. Hát mit tagadásom, démon létemre férfi ember vagyok, az apáca meg rég volt. És így, te, téker, add már kölcsön a nőt, mire ez a bolond sírásó, ásd ki magadnak. Aztán kérem szépen, itt lakik még a nagy Leonardo da Vinci is. Nem halt meg. Tudják, mit csinál? Genshinezik éjjel-nappal. Hát kérem, Hydro és Electromain. Két karaktert játszik folyton. Mona Lisa. De ráadásul profi szinten meg is gazdagodott tőle rendesen, emiatt hallom, hogy az egyik karaktere a rosterében folyamatosan csuklik. Mert mindig összeszed egy kis pénzt, és mindig azt hallom tőle, hogy kecsing, kecsing, kecsing. De drága uram, hogy segítsek magán is, és elősegítsem, hogy kiszabadítson innen, megosztom önnel az itteni legnépszerűbb Genshin karaktert, amivel biztosan nyer. Tudják, mi az a boldogság. Mert mindenki azt éneklő, hogy boldogság, gyere haza. Köszönöm szépen. Konferáló szöveget nem kaptunk a következő karakterhez, de volt egy ismerősünk, hogy talált ki hozzá konferáló szöveget. Igen? Ja. Igen, de abból csak a felét mondhatom el. A konferáló szöveg fele pedig úgy hangzott, hogy mi hiszünk a feltámadásban, nálunk a hullák is énekelhetnek. Tehát 9-es sorszámmal éneklő hulla originál. Szupertalány itt legépezett, 80G csak a gyorsulás. A fények rajza, mint Las Vegas, beszívja testem egy fénynyaláb. Vibrál a légtér, ha elmegyek, feszít a kozmikus energia. Nem is kell használnom a két kezem, légüres térben nincs allergia. A fagyi visszanyal, repül a csésze, a marcs megtulladtató. Ha jön egy űrhajó, a kedve marhajó, nem hat ránk a gravitáció. Ufóra szállni élvezet, titokban már is élvezek. Leszívják az agyam, hú, de kapa, a memóriám törölt egy zöld pofa. Ufóra szállni élvezet, titokban már is élvezek. Leszívják az agyam, hú, de kapa, a memóriám törölt egy zöld pofa. Belőlem csinálnak majd híreket, a gabonaszálakat jó összekúszáltam. A búzatáblában, ha parkolok, parasztokkal szával futnak utánam. Ürnömtől lesz majd sok űrgyerek, invázió lesz, ha a földre leszállnak. Megmondhatom végre itinek, húzzon már el egy másik galaktikába. Hideg a monsterem, lefagy a szoftverem, az agyam kidobható. Elvisz egy űrhajó, és ma még várható egy harmadik típusú találkozó. Ufóra szállni élvezet, de fabados járattal nem megyek. Leszívják az agyam, hú, de kapa, a memóriám törölt egy zöld pofa. Ufóra szállni élvezet,
titokban már is élvezek. Leszívják az agyam, hú, de kapva, a memóriám törölt egy zöld pofa. Akkor a cosplay versenyzőinket szeretném egy nagy csoportképre felimitálni ide a színpadra, mivel ő volt az utolsó versenyzőnk. Úgyhogy a versenyzőimet, mondom, a versenyzőimet, gyertek, csoportfotó, 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 arra, arra! Ennyi, még, hol a többi versenyzőnk? Hol vannak a... Gyerünk, gyerünk, gyertek! Szerintem már volt, aki esetleg közben már elment átöltözni, úgyhogy de aki itt van, a szeretettel várjuk ide fel. Köszönjük szépen mindenkinek, aki a mai napon itt volt, részt vett a versenyen. És nektek is köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy ennyien eljöttetek a mai napon. És hát vannak még programaink a mai napra, szeretettel várunk benneteket a további programokon, fent a Teaházban, a Gamer teremben. És egy nagy-nagy tapsot kérnék szépen még egyszer a versenyzőinknek. Köszönjük!